Tegnap online szavazást tartottak, ma pedig személyesen is voksolhattak az óbecsei polgárok az általuk szükségesnek vélt befektetésekre. A község az szervezett egy lehetőséget, hogy a polgárok megmondják, mire lenne szükségük. Tehát mindenki bírt mondani, hogy mit szeretne a saját helyi közösségében, hogy előnyítsünk, megjavítsunk, tehát a mi saját körülményünk között jobban bírjunk élni. És eddig látom, hogy az emberek tényleg örömmel jöttek ide, és mondták szomszédoknak és egymásnak is, hogy tessék jönni, hogy megoldjuk azokat a gondokat, aminket zavar. Úgyhogy egyenlőre pozitívan az emberek, tényleg pozitívan álltok hozzá ehhez a dologhoz. A szavazólapon feltüntetett prioritások közül minden szavazó 3 tételt keretezhetett be. A tételek között szerepelt többek között az utcák és utak felújítása, a játszóterek és sportpályák kiépítése, a kóborkutyák helyzetének megoldása. Én a kóborkutyák helyzetének a megoldására és a közvilágítás felújítására szavaztam. Nagyon jónak tartom ezt az akciót, és remélem továbbra is minden évben megszervezik majd. Amióta nagykorú vagyok, minden évben eljövök szavazni, és fontosnak tartom azt, hogy minden polgár kifejezze véleményét arról, hogy mire költenek a költségvetésből. Ez az egyik legszebb dolog, ami az utóbbi időben a községünkben működik. Jó, hogy minden évben kikérik a polgárok véleményét is arról, hogy mit kellene megcsinálni. A hét folyamán az összszavazatok alapján a legtöbb voksot kapott tételek listáját is közzéteszik majd, ami után vitafórumot is tartanak, ahol a polgárok újból elmondhatják véleményüket a szavazás eredményeiről.